Legkevesebb 23 ezer ukrán állampolgár tartanak nyilván eltűnt személyként, közölte hétfőn a Vörös Kereszt Nemzetközi Bizottságának eltűnt személyek keresésével foglalkozó hivatala. Dusán Vujasanin a hivatal vezetője közleményben azt írta, hogy az ismeretlen sorsú embereket letartóztathatták, elrabolhatták, meghalhattak, vagy csak megszakadt velük a kapcsolat, amikor hozzátartozóik elmenekültek. A Vörös Kereszt 2022 márciusában nem sokkal az ukrajnai háború kitörése után hozta létre az eltűnt személyek keresésével foglalkozó hivatalát, amely mindkét háborút viselő fél számára segítséget nyújt az eltűnt rokonok vagy családtagok keresésében. A hivatal január végéig 8000 ukrán és orosz családot látott el információval, hiányzó hozzátartozóik hollétével vagy sorsával kapcsolatban.